képviselőjében úgyis, mint a kiadvány összeállítója, szerkesztője, vegye elmondja. A kategória második kérdése a szomszédaink voltak című online kiállítás, mely a Magyar Nemzeti Levéltár megyei levéltárának és országos levéltárának válogatott dokumentumait teszi közzé a holokauszt 70. évfordulója alkalmából. Felkérem Kovács Tamás főosztályvezető helyettes urat, hogy a Nemzeti Levéltár képviselőjeként vegye át a díjat. A monográfiás tanulmány kötetett ezt a kategóriáját az illetőknek követően. Az első helyezett Benda Borbála, Étkezési szokások a magyar főúri udvarokban, a kora újkorban című munkája, melyet az MNL Vas megyei levéltár adott ki. Kérem Filcsik György igazgató urat, hogy az intézmény képviseletében megjelenjen. A második helyzet Fazekas István a Reform útján, a katolikus megújulás jogat Magyarországon című munkája, melyet a Győri Egyházmegyei levéltár adott ki. Kérem Bajk Ádám igazgató urat, hogy az intézmény képviseletében megjelenjen. Béka, Bérből polgár, Pápaváros zsidó közösségének társadalmi gazdaság története 1748-1848 között című munkája, mely a Veszprém megyei levéltár és a Almattan kiadó gondozásában jelent meg. Kérem Márkus Néven és Hajnal feladatokon helyettes asszony, hogy az intézmény képviseletét a Béka vegye át a díjat. Ahogy azt a zsűri elnöke említette, idén sorsára
került egy ötödik kategóriában is díjakutatására. Első helyezést ért el a levéltári segítettek kategóriában. Az 1918-19 előtti Erdélyre vonatkozó fondok és gyűjtemények jelentéke sorozat 9. kötete, mely 30 megye anyagát tartalmazza. A kötetet a Magyar Nemzeti Levéltár adta ki. Kérem dr. Mikós Gyulán a főigazgató asztalt, hogy a díjmény képviseletében, illetve felkére Vávarga László urat, mint a könyvsorozat és a díjadó kötet főszerkesztőjét, hogy vegyék át a díjat.